Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk feldolgozni. Azért érdekes a téma, mert nem valamilyen programról beszélek, hanem egy munkafolyamatot szeretnék bemutatni, illetve nem is a munkafolyamat az, amit én elvégzek, az lesz az érdekes, hanem arra keresem a választ, hogy érdemes-e és be tudom-e illeszteni a terminálos, azaz nagyon egyszerű, nagyon hatékony eszközöket egy munkafolyamatban. Azaz azt vizsgálom, azt fogom bemutatni így pontosabb, hogy a Neovimet, illetve a Rangert ebbe a munkafolyamatba be tudom-e illeszteni, és azt hatékonyan tudom-e használni. Azaz nem a beállítást fogom megmutatni, mit, hogyan kell azon beállítani, hogy ezt a funkciót elvégezzük, hanem azt mutatom meg, hogy valóban lehet ezeket a viszonylag egyszerű, de nagyon hatékony eszközöket használni arra a feladatra, amit meg fogok mutatni. A feladat nagyon egyszerű, már csináltunk ilyet a MediaClick oldalról, egy hangjátékot, egy rádiószínházas anyagot letöltünk, megvágjuk, hozzáillesztjük a leírást, és természetesen elhelyezzük egy erre megfelelő könyvtárba, olyan könyvtárba, amelynek természetesen a leírása, a neve olyan, hogy meg fogom találni későbbiek folyamán, majd be fogjuk ezt tömöríteni. Ez nagyon egyszerű feladatnak tűnik, de a grafikus felületeken mindenki úgy meg szokta tudni csinálni, de én megpróbálok beilleszteni egy-egy hatékony terminálos Envim, illetve Ranger feladatsort, amivel bemutathatom azt, amit szeretnék, hogy ezeknek van létjogosultsága. Nem csak grafikus felületen tudunk megoldani valamit, hanem hogyha egy kicsit átgondoljuk, természetesen a terminálos feladat megoldó eszközök, most az Envim meg a Ranger lesz terítéken, de nyilvánvalóan rengeteg ilyen eszköz van, amivel tudunk dolgozni, hogy ezeknek is van létjogosultsága. Na, nézzük is meg, hogyan dolgozunk, hogyan oldjuk meg ezt a feladatot egyszerűen. Na hát, nézzük is meg, hogyan működik ez a dolog. Első gondolat természetesen a letöltés, ami viszonylag egyszerű, de a letöltés után megmutatom, hogy terminálba is meg lehet ezt csinálni, de mivel mi ezt a módszert már ismerjük egy régebbi videóból, természetesen ezzel fogok kezdeni, azaz kiválasztjuk a megfelelő hanganyagot, például a Rádiószínház Saul című művét. Ez egy hosszabb, 57 perces anyag, és villámgyorsan leszedjük. Első gondolat az, hogy természetesen a megfelelő plugint be kell installálni, Video Downloader Helper nevű plugin a keresőnkbe, illetve a böngészőnkbe, és utána elindítjuk. Jobbkék Pálhor, cím kiválasztva, és az MP3, MP4 szokott lenni, és ahogy lehet látni, szépen le is töltötte. Egy darab fájl lejött MP3-ba, kiírja nekünk azt, hogy hol van. A letöltő programocskánk gyakorlatilag igazából ezzel semmi teendők nincs, ez ismert dolog, lejött. Nagyon ideális lenne, hogyha ehhez a honlapon, mármint a mediaclick.hu-n lévő leírás is lekerülne, azaz gyakorlatilag egy ugyanilyen fájl névvel rendelkező TXT fájlt kellene nekem készíteni, hogy későbbiekben tudjam, hogy miről van szó. Visszamegyünk, leállítjuk a lejátszást, ez érdekes módon csak így működik, majd kijelöljük azt a szöveget, amit szeretnénk lementeni. Nem kell semmi egyebet tenni, a Rangerünkbe, a Rangerembe, természetesen már megírtam azt a kis bedolgozó pársort, amivel a megfelelő, amire rákattintok, kijelöltem, rádió, akármi nevű MP3-as mellé oda teszi TXT-be a vágólap tartalmát. Nekem ez a B és T-hez van hozzárendelve, igazából meg is nézhetjük, hogy milyen kis parancs ez, a B és T, a T a középső, egy shell parancsot indítunk, a bizname, tehát a bázis nevet ebből a fájlból, ami ki van jelölve, azt kivágja, amit kell. Az Xclip nevű eszköz, ez egy kis terminálos vágólap kezelőhöz a szelekciót a clipboardból beteszi az A-ként megjelölt, tehát az A változóként megjelölt név
és TXT kiterjesztésbe. Egyszerű. Nyilvánvalóan ezt grafikus felületen is meg lehetne csinálni, de nekem egyszerű, megnyomom a B és T parancsot, illetve gombot, és utána már meg is csinálja. És látható valami iromány van. Ilyen gyors a dolog, tehát nem kell különösebben ezzel foglalkozni, villámgyorsan megtalálja az ember azt a két billentyűt, hármat, négyet, kettőt, egyet, amihez hozzárendelte, és egy feladatot elvégez a gép. Ezek után természetesen már a Chrome-unkra nincs szükség, hiszen a hanganyagunk megvan, a Chrome-ot becsuktam, és utána hogyan tovább? Bár, ahogy látjuk, MP3-asként jött le, vagy MP4-esként, attól függ, hogy éppen milyen kedve van, MP3-asba lehozta. Ahogy látni, megvan az MP3-asunk, illetve TXT fájba a leírás, de nekem ez az MP3-as formátum nem felel meg. Nekem megfelelne, de azzal a programmal, amivel én vágni szeretek, örem szereti. Hogy miért? Nem tudom, de természetesen a legegyszerűbb az, hogy rögtön átkonvertálom egy olyan formátumba, amiben szereti. Megtehetném magával a vágó programmal, de az az igazság, kényelmesebb úgy vágni, hogy vágok, mentek és már a kész formátumba kerül, azaz előtte a formátumváltást megcsinálom. Hogyan? Van lehetőség arra természetesen, hogy ezt parancsorban megoldjam, írok egy kis scriptet, aztán kalap, kabát, kész, de most nem. Azt szeretném bemutatni, hogyha a Ranger-t úgy állítod be, hogy a megnyitási funkció, hogy mit nyisson meg, mivel mit nyisson meg, az beállítod, akkor akármilyen időzérbe, akármilyen programokat meg tudsz belőle hívni. A megnyitás, mivel nyisd meg, az úgy működik, hogy megnyomod az R gombot, ez az alapbeállítás, és ott a listából kiválasztod, hogy éppen mivel szeretnéd lejátszani, vagy akármit vele csinálni, hát természetesen a konverzióhoz a 3-as fogjuk választani, a Sound Convertert, szerintem ezt is bemutattam, és látjátok, hogy mögötte ott van a 2-ös időzőjel, a dollárjel, meg a kukac. Na hát ez mondja meg a rendszernek, hogy na amin van a kurzor, ami ki van jelölve, na hát avval csináld azt, tehát azt a fájlt nyisd meg, ami ki van jelölve. Azaz megnyomjuk a 3-as gombot, Open White 3. Azt is meg tudnánk csinálni, hogy 2-ös pont, szépen beírjuk, hogy Open, aláhúzás W tab, hogy egészítse ki, nagyon kényelmesen ki tudja egészíteni, és beírjuk, hogy Sound Converter, de én egyszerűbbnek tartottam azt, hogy magában a Rangerbe pár kis változtatást a konfigurációba megtettem, és már meg is fogja tudni nyitni. Leenterezzük, és el is indult a rendszer, el is indult a program, a konvertálásra rábögtem, és szépen lekonvertálja. Ez egy egyórás anyag, valamivel több, mint egyórás anyag, természetesen kell neki egy kis idő. Amit eddig csináltunk, észre lehet venni, hogy nem csak terminálos programokba lehet megtenni, de azt szerettem volna bemutatni, hogy bizony ezt terminálos programokkal is meg lehet tenni, bár idáig csak annyit csináltunk, hogy nyisd meg ezzel, ami gyakorlatilag egy fájlkezelőbe a grafikus felületen annyi, hogy jobb egérgombbal rákattintasz, és a listából kiválasztod, hogyha be van állítva, de én az az igazság, hogy jobban szeretem a Rangerrel ezt megoldani, beleirogattam a nyisd meg ezzel, azzal, amazzal, csináld ezt parancsokat, és utána már kényelmesen tudom variálni a dolgokat. Miért? Mert én ezt szeretem. Más szerethet. Természetesen becsukjuk a Sound Convertert, nem történt semmi, csak odaírt egy egyest annak örömére, mert úgy van beállítva, hogy ő tegye hozzá az MP3-asból MP3-asba való konvertálásnál azt, hogy légy szíves zárójelbe betenni egy egyes, tehát a fájl változtatásokat, az átkonvertálásokat. Itt már látom, hiszen nem változott meg a kiterjesztés. Oké, ott tartottunk, hogy van már egy jó kis MP3-asunk, szintén kiválasztjuk ezt, és megnyomjuk az R gombot, és ugyanazt kapjuk meg, de most már nem átkonvertálni szeretném, hanem hát bizony vágni. Értelemszerűen kiválaszthatom azt a saját beállításaim közül, amelyeket hát vágással rendeltetett. Én az Ocean Audio-t használom, én nagyon megszerettem, természetesen az Audacity-t is hozzá lehet rendelni,
akármelyik gombhoz, és utána azzal is lehet dolgozni. Hát megnyomjuk a kettest, leenterezzük, és meg is fogja nyitni. Tehát egy terminálos Rangerbe egyszerűen meghívhatsz egy grafikus, vagy akár terminálos scriptet is, vagy akármit, megvan a lehetőséged ugyanarra, amit grafikus felületű fájlkezelőkben meg tudsz tenni egyértelmű. Tehát ilyen hátrányod nem lesz, maximum az lesz a hátrányod, hogy neked kézzel kell megadni a beállító fájlokba az, hogy mit és hogyan szeretnél, de ahogy mindig mondom, ezt pontosan egyszer kell megadni. És akkor azok történnek, amit te szeretnél, és nem fordul elő olyan, hogy installálsz egy programot, mondjuk egy videóvágó, audiovágó programot, aztán a fájlkezelődbe, a jobb klikkes menübe, hogyha rákattintasz a fájlnévre, ott lesz még egy, amit nem akarsz, hogy ott legyen esetleg. Itt azért jobban szabályozható a dolog. A vágási folyamatra én igazából nem fogok kitérni, gyakorlatilag a vágási folyamatról már volt szó, akár az Ocean Audio tekintetében, akár pedig másikba, egyszerűen megkeressük az elejét, nem halljátok, én hallom, a lejátszást kijelölöm, Shift Home az eleje le van vágva, és utána megkeresem a végét, már vizuálisan tudom, hogy nagyjából hol van a vége, hol van a levezető, itt mondják el a szereposztást, itt van a vége, itt megkeresem, hogy ennyi, Shift End, kitörlöm, és mentés. Gyakorlatilag ez inkább egy audiovágási dolog, mint a terminálos dolog. Rengeteg olyan dolog van, ami nem megoldható terminálba, az audiovágás eléggé macerásan lehet megoldani terminálba, videóvágást macerásan lehetne megoldani terminálba, hát bizony így ilyenkor grafikus programokhoz kell nyúlni, szépen lekonvertálja, levágja az elejét, végét, és mindjárt el is fogja készíteni. Erre egy kis időt rá kell szánni, azért szeretem az Ocean Audiot, mert több videót egyszerre tud konvertálni, és egyszerre tudunk vágni, megvágjuk, 5, 6, 8, 10, amennyit éppen a gépünk bír, és akkor elindítjuk az egyszerre való mentést, és akkor nem kell várakozni, hogy ment, vágunk, hanem a vágási folyamatokat folyamatosan megtehetjük, és utána egyszerre kötegelten le fogja menteni. Oké, ott tartottunk, hogy most már van 2 darab fájlunk, amivel érdemes valamit csinálni. Hát első körben érdemes lenne ezt behelyezni majd egy könyvtárba, és a leírást, illetve a hanganyagot egy helyen tárolni. Nyilvánvaló, hát ne keveredjen el, egy idő után belekutyulódik az ember, több száz hanganyagot le lehet töltögetni legálisan a rádióműsorból, 3 hónapig azt hiszem fönt is vannak, és akkor természetesen az ember azt hallgat, amihez éppen kedve van. Igen ám, de nézzük meg azt, hogy ez a leírás úgy néz ki, mint egy gelesztó. Azaz 3 hosszú sor, 2 rövid és 1 rengeteg hosszú sor, így igazából nem nagyon szeretek ilyen munkát elvégezni, ezt be kéne szerkeszteni valami normálisabb formába, hogy ki is nézzen. Egyértelmű, nincs itt más, mint a grafikus felületen leenterezzük a beállított, nálam a NeoVim, mert azt szerettem, a beállított NeoVim-mel bizony meg fogja nyitani, nézzük is meg. Az első sor marad, második sorra marad, a következő gondolat, hogy átmegyünk insert módba, látható, hogyha normálisan van beállítva a NeoVim-ed, hogyha úgy tetszik és így szeretnéd, az alsó kis sáv megváltozik, volt róla leírás, azt hiszem, vagy be is mutattam a videóba, teljesen mindegy, szóval nem arról beszélünk, hogy undorító, fekete-fehér betűk vannak, és aztán semmi más, semmi lehetőség egy terminálos programban, ezt is szépen meg lehet csinálni, és hozzáteszem, most a legegyszerűbb alapbeállítású színezést használom, általában ezeken is lehet faragni, ezeken is lehet állogatni, hogy szép legyen, és ami azt hiszem egyértelmű, hogy ha szeretnél helyesírás ellenőrzést elvégezni, ha szeretnél cserélni, automata cseréket elvégezni, automata javításokat elvégezni, vagy színezékeket, vagy hát inkább úgy mondom, hogy
a szintaxis kiemelését, azt is el tudod végezni, és még csak kapérgáltuk a lehetőségeket. Oké, átmentünk insert módba, itt hagyunk ki egy sort, a szereposztást beosztjuk rendesen, ez minden ellenkező és tévhit ellenére én nem a HIKL gombot használom, nem áll kézre, hanem a billentyűkön lévő föl-le jobbra-balra nyilacskákat. Azaz nem kell az embernek a megszokott dolgait elhagyni csak azért, mert ő éppen terminálos programot használ, be lehet állítani, hogy ehhez rendelődjön, ehhez rendeljük hozzá a dolgokat szépen, kézzel megkeresem a szereposztásokat, női hang, és a felvételt Gajdos úr csinálta, ez egy space-szel hagyok egy kis helyet, vagy sorugrással, hogy jól nézzen ki, és dramaturg, és rendező, és hát ezt is el szoktam választani. Oké, jó, megbeszéltük azt, hogy hát ez már egy kicsit kinéz, biztos, ami biztos, megnyomom az ESC gombot, kettős pont és V, lementem, ez a Ctrl Shift a NeoVim használatában, hozzáteszem, be van állítva a Ctrl Shift, kombináció arra, hogy ezt megcsinálja, de gyakorlatilag azért illik, hogyha NeoVim-et mutatom be, a kettős pont V-t bemutatni. Oké, most a következő gondolat, hogy hát jó lenne megcsinálni a könyvtárat, aminek az a szerkezete, az én véleményem szerint, hogy legyen a mű írója, legyen a címe, és legyen természetes az előadó, vagy valamilyen utalás arra, hogy ez miről is szól, hogy ez nem egy könyv, nem egy videó, hanem természetesen egy rádiószínházas anyag. Hát hogyan lehet ezt megcsinálni? Hát az első gondolat az, hogy na jó, ezt bezárjuk, és visszamegyünk a Rangerbe, és ott az F7-es gomb lenyomásával, ahhoz van rendelve a MKDIR nevű kis parancsocska, meg lehet csinálni. De hát most akkor oda megint be kéne írni az egésznek a nevét. Tehát a jó hosszú nevet géppelni. Hát nem vagyok én gépírónő, meg lehet természetesen csinálni. Hogyan? Fogjuk a kurzort, lehozzuk a kurzort ide legalulra, és a bal egérgombbal kijelöljük, ide kattintunk, ops, micsoda jó dolog, visszamegyünk természetesen szerkesztőmódba, és azt mondja, hogy ő neki az a neve, hogy Saul, és ennyi, és utána beírjuk, hogy rádiószínház anyag, igaz? Na, csinálunk egy mentést az anyagról, ami biztos, és hogyan lesz egy szövegszerkesztőből könyvtárkészítő eszköz, fájlkezelő eszköz. Ahogy sokszor mondtam, a VI és a NeoVim és ezeknek különböző verziói nem azért készültek, hogy a szegény embert szivassák, meg a rendszergazdák frankizzenek, hogy ők micsoda ügyesek, hogy ilyennel oldják meg. Nem. Akár a Ranger, akár ez a szövegszerkesztő egy komplex eszköz. Nyilván kis pluginokat keres az ember, több száz van a NeoVimhez, VI-hoz, ki melyiket szereti. Hát bizony én egy plugint belepakoltam, ami úgy működik, hogyha visszamegyünk normál módba, megnyomjuk az ESC gombot, biztosan, hogy biztos, kettős pont, MKDIR, beírjuk, hogy MKDIR, teszünk egy space-t, kijelöljük azt a sort, amit elkészítettünk. Én szeretem, hogyha a szövegfáj végén ott van az utolsó írott sorként a anyagnak a neve, mert hogyha keresek rá valamire, akkor így kényelmesebb rákeresni. Hát bizony ezt kijelöltem, semmi gond. Ki van jelölve. És lejövök ide, és középső egérgombbal beillesztem, leenterezem, nem történt semmi, majd meglátjátok, hogy mi történt a fájlkezelőbe, de csináltam a szövegszerkesztőből egy könyvtárat. Egyéb dolgokat is lehet csinálni ezzel a kis pluginnal, lényegtelen az a lényeg, egy könyvtárat a szövegszerkesztő használatával össze lehetett hozni, akkor lementjük a dolgainkat, szintén kettős pont V, ments le, amit írtunk, és lépjünk ki, Q, és ennyi. Egyébként én az utóbbi időben be se írtam, én egy gyors billentyűhöz a G5-ös
gyors billentyűmhöz hozzárendeltem ezt a iszonyat komoly parancsot, és utána csak azt ütöm meg. Már sokszor előfordult az, hogy elfelejtettem az ESC 2.VQ sorrendet, az ESC kimaradt, insert módba pedig beleránédított, belecsúnyított a rendszerem, a bénázásom, hogy bizony beírtam, hogy 2.VQ kb. 5-ször ugyanabba a fájba, és az úgy elég rondán nézett ki. Oké, mit látunk? Hát el is készült ez a könyvtár, üres természetesen, most mit kell csinálni? Fogjuk magunkat, kijelöljük, amit bele akarunk tenni, DA, vágd ki, és oda megyünk, Enterrel megnyitjuk, PP, bent is van. Igen ám, hát nyilvánvalóan mindenki sejti, hogy nem a letöltéses mappába szeretném ezt tárolgatni, mert az eléggé bénán néz ki. Hát a letöltéső mappa nem arra való, hogy ott tárolgassunk, hanem a letöltések legyenek, szétosztás után helyre kerüljenek, kijelöljük a könyvtárat, balra gomb lenyomásával feljebb léptetünk, megkeressük lefele nyomkodással, be van állítva gyors billentyűre, de azért, hogy halljátok, hogy kattog a billentyűzetem, ez is megvan, és zenék mappába bemegyünk természetesen a rend kedvéért hova, a rádió mappába, és hát itt aztán kéne egy saját könyvtárat csinálni ehhez az anyaghoz, a bemutató anyaghoz, nehogy bele rondítsak, bele szemeteljek abba, ami már kész van. F7-est lenyomom, ugyanúgy, mint bármelyik grafikusnál, megadok egy könyvtár nevet, A, lehet látni, hogy eléggé kedvelem a több A betűs könyvtárneveket, és utána meg is készült, és egy üres könyvtár, és berakjuk azt, amit akarunk, ki volt jelölve, könyvtár szerkezet, akármilyen mély könyvtár szerkezetet elő tudunk így, akármilyen mély könyvtár szerkezetet így tudunk másolni, beraktuk. Hát bizony, mi az, amit meg kell csinálni, hiszen hanganyagról van szó. Természetesen, hát bizony, hát ennek normális nevet kéne adni. Elkészítettem több skriptet, ilyen feladatokhoz érdemes skripteket csinálni, ami feladatot 5-10-szer el kell végezni egy héten, ahhoz skriptet szoktunk írni, gyakorlatilag 3 darab skriptet fogok használni, de nem térek ki rá a működésükre. Első körben átnevezzük a rádió akármilyen fáj neveket, ami ott bent van a könyvtárba, arra, ami a könyvtárnak a neve. Logikus, hogy olyan könyvtár nevet használok, amilyen a fáj név jó lenne, hogyha az lenne, mert akkor a könyvtárból, ha kikerül valami oknál fogva a fáj, megtalálom, hiszen normális neve van, könyvtárnak legyen normális neve, hát bizony ezt összhangba kellene hozni, hát bizony ez egy parancs. Egy script. Hogyan futtatunk egy scriptet? Megadjuk az S gomb lenyomásával, hogy nyitunk egy shellt, shell parancsorszerűséget, mert tudnánk külön a nagy S betű lenyomásával külön teljes képernyő shellt is ide bevarázsolni, de nekünk elég ez a kis parancsor, és megadom annak a scriptnek a nevét, amit szeretnék használni, sorszámoz, ez a sorszámoz scriptnek a neve, és bizony meg fogja csinálni, látni lehet ezen az oldalon, át is írta a neveket. Oké, ez gyakorlatilag nagyon jó, de sok rendszer nagyon nem szereti, meg script, meg egyéb, hogyha vannak a fáj nevekbe space-ek, üres helyek, ennek örömére természetesen még egy scriptet írtam, aminek az aláhúz lesz a neve, alaha, és space, és tab, és az aláhúzás megcsinálja, megkérdezi, hogy mind a kettőt, te igen, szeretnénk mind a kettőt, és ahogy lehet látni, van egy nem ok nélkül történt elírás. Elírtam, rádió szipház. Hát most mi van, hogyan lehet átírni egy könyvtárat természetesen, vagy fáj nevet, természetesen nem kell különösebb parancsoros dolgot csinálni, hiszen mi a Ranger-t használjuk, F,
kettő lenyomásával, ez az alapértelmezett billentyűzet, egy rename megindul, és akkor a szipházból színház lesz, leenterezzük. Hát bizony ennek örömére természetesen megnyomjuk meg az S gombot, hívunk egy shell parancsot, és fölfele nyomogatjuk, aláhúz, nem az kell, fölfele sorszámhoz, hiszen a fáj neveket itt szeretném megváltoztatni, és meg is változtattuk, fölfele, mind a parancsorba, a parancsokat fölfele nyilacskával egymás után egy ideig vissza lehet hívni, már készen is vagyunk. Hát, jó lenne, hogyha most a tegeket is beírogatnánk, azaz megírnánk a MP3-asba azt a gondolatot, hogy tartalmazza már a készítőt, egyéb dolgokat. Hát, mit lehet ilyenkor tenni? Meg lehet ezt csinálni parancsorból is, de bevallom őszintén, én nem parancsort szeretek használni, mert ehhez van egy AC-tag nevű eszköz, ami grafikus felületen nagyon-nagyon sok mindent meg tud csinálni, én ezt szeretem. Hogyan lehetne hozzápárosítani az AC-taghez, ha az R-hez, tehát a mivel nyissuk meg parancsához, még nem raktam hozzá. Hát az előbb láttuk, hogy open white parancssal lehet variálni, kettős pont, parancsort kérünk, open aláhúzás W, és ki is írja, EAC-tag, megint megnyomtam a tabot, ilyen kiegészítők egész jól működnek, elindítom. Hát lehet látni, hogy bizony a név az megvan, a fájnév, ide bele kéne varázsolni cím, előadó, album, év, egyéb ilyen gondolatokat. Hogyan lehet ezzel dolgozni? Nem fogok kitérni a működésére, csak az alapvető dolgokat megmutatom, feldolgozó megjelenítése. Itt meg lehet adni, hogy hogyan osztogassa szét a dolgokat, azaz azt jelenti, hogy százalékjel Z az album előadó, tehát aki a művet írta, Gál István legyen, és megyünk tovább, találunk egy kötőjelet, akkor utána már egy újabb rész jön, az legyen a T, az a T, az legyen a T, mi a szösz lehet, természetesen a cím, utána jön egy akármelyik, A, az előadó artist, az a rádiószínház, a N pedig a sorszám. Ezért van így megírva a script, hogy ilyen rendszerbe írogassa össze a fájlneveket, hogy én kényelmesen tudjam használni a fáj vizsgálata, és van nekem egy másik, ez volt a T, és ez volt a B. A B, hogy az album, hiszen itt nincs album értelmezés, de azt szeretik a programok, ha ki van töltve, akkor az album név is kitöltésre kerül, és utána megadjuk neki, hogy bizony légy szíves beírogatni ebbe a fájba ezeket a dolgokat, becsukjuk a észiteget, mert készen is vagyunk, és már lehet is látni azt, hogy itt az automata kiolvasó program, tehát ilyen megjelenítő programocska, szépen ki is írta, hogy a track name, meg egyebek, micsodák, azaz meggyőzöttünk, hogy hát bizony ez szépen kiírta. Egyszerű volt? Egyszerű. Összekötöttük a grafikus, a terminálost, különböző módszerekkel, különböző elvek szerint, amire nekem szükségem volt, azokat beállogattam. Oké, hát ez nagyon szép, de én szeretem letömöríteni is a dolgokat. Hát a tömörítés is hasonlóképpen egyszerű. Megnyomjuk a shell sor bekérését, és utána megnyomjuk, hogy cip, all, és be fogja tömöríteni. Ez is egy scriptecske, egyszerű tömörítő scriptecske, ami azt jelenti, hogy ami ki van jelölve, mappa, azt légy szíves már betömöríteni, és már készen is vagyunk. Hát értelemszerűen a következő lépés az lehet, hogy a tömörítvényt áttesszük, kijelöljük, D-A, val kijelöljük, megyünk, balnyil-balnyil lépkedünk felfele a fájlistába, megyünk följebb, és berakjuk majd ide az SD120-ashoz, ez a tároló, a feltöltéshez való tároló, mert felszoktam tölteni egy tárhelyre, biztos, ami biztos, ha a gépemmel valami történik, ne kelljen mindent újravágni, PP-vel át is került ide. Bonyolult volt? Nem. Az egész folyamat
amíg én ezt össze nem rakosgattam, össze nem logisztikáztam, így, hogy fájkezelőben gyorsan, villámgyorsan mindent elérjek, letöltés, egyéb, addig nekem a heti rádiószínházas anyag, ez gyakorlatilag olyan 8-10 fájlról beszélünk, természetesen csak a rádiószínházason minden nap van egy előadás, egy 20-30 perces, hétvégén pedig 2-2, akkor ez nekem másfél órába tellett, most olyan 20 perc alatt le tudom. Nyilvánvalóan nagyon élvezetes audiovágás, amikor van 15-20 akármennyi fájl, eleje, vége, levág, lement, eleje, vége, levág, lement, ez nem egy hát olyan, amivel szeretem az időt tölteni, a tegek kitöltése sem olyan dolog, amit szeretek kitölteni, kézzel úgy bepötyögni, ugye? Na, hát inkább hanyagoljuk. Azaz, hogyha az ember logikusan összerendezgeti a dolgait, beilleszthetné a terminálos Ranger fájkezelőt, a NVIM, NeoVIM eszközt. Úgyis, mint szövegszerkesztő. Itt egy egyszerű szövegszerkesztéseket tettünk, nem kellett törölni, de van, ahol törölgetni kell, csak berendezgettük a sorokat úgy, hogy jól kinézzenek, lementettük. Plusz bemutattam, hogy a NeoVIM, illetve a VI, hogyha azt szeretnéd használni, de én inkább a NeoVIM-et szeretném használni, az képes arra is, megfelelő plugin beinstalálásával, ami körülbelül fél percen meg megtanulni, hogy 2.m és kiská, nagy M kiská. Na, lényeg az, hogy beillesztésével még fájkezelési műveleteket is, könyvtár készítési műveleteket is el tudtunk végezni a szerkesztőből. Hát remélem, hogy mindenkit meggyőztem arról, hogy ezek a terminálos cuccok, akár a NVIM, NeoVIM, akár a Ranger alkalmatos arra, hogy a kényelmesen tudjuk használni. Lehetett látni, egeret is használtam. Na, ezen fölháborodnak a Ranger, illetve a NeoVIM hívők, hogy ő most egeret használt, aztán nem ide-oda mindenfajta csak billentyűről és egyéb, meg azok is felháborodhatnak, akik azt hiszik, hogy csak grafikus felületen lehet dolgozni, háborodjanak. Én mindenkinek azt mondom, gondoljátok át, hogy mivel tudod gyorsan megcsinálni azokat a feladatokat, amiket el kell végezni. Ezek a mechanikus feladatok nagyon jól szkriptesíthetőek. Láttátok részben, én be nem mutatott, de használt szkripteket használtam. Részben át van írva nekem a Rangernek a parancs része, tehát a nyisd meg ezzel, vagy azzal, meg amazzal, beillesztettem pár olyan programot, ami nem volt bent. Tehát meg lehet csinálni mindent igencsak kényelmesre, és igencsak jópofára, és igencsak hatékonyra. Pici munka, de egyszer kell megcsinálni, és utána, amíg az a munkafolyamat van, én már több éve szedegetem össze a rádiószínházas egyéb anyagokat, mert szeretem őket, viszonylag gyorsá vált, viszonylag kényelmessé vált azok a feladatok, amiket napi szinten meg kell csinálni, vagy egymás után meg kell csinálni, azokat például a Rangerrel kényelmesen megoldhatunk, a NeoVIM-mel pedig ez a könyvtárt készítünk és belemásolunk dolog villámgyorsá megtehető, hiszen arra is képes. Ahogy menet közben említettem, nem feltétlenül kell felmenni a MediaClickre, és onnét böngészőn keresztül letölteni, ezt meg lehet oldani parancsorból is. Általában akkor érdemes ilyen parancsoros dolgokat készíteni, hosszabb szkripteket készíteni, amikor többet szeretne az ember letölteni, tehát azt tudja, hogy x perctől y óra y percéig tart egy műsor, ez általában egy éven keresztül így van, nem nagyon szoktak ezen változtatni, akkor minden nap abból az órából, abból a szakaszból le tudja tölteni ezeket a hanganyagokat, és utána előtte, utána feles részeket kivágni. Azaz, hogyan lehet ezt megoldani? Hát én egy sort fogok bemutatni, ami nagyon egyszerű, gyakorlatilag megnyitom szerkesztőbe és elmagyarázom. Véget. Mindenki ismeri a Véget nevű eszközt, ami egy nagyon jó média letöltő, internetes letöltő, inkább így mondom, már gyakorlatilag mindent le lehet vele szedegetni. Kényelmes dolog. Megadjuk neki, hogy mit szedje le. A Magyar Rádió,
a Kossuth Rádió, az MR1 a hanganyagokat egy szerveren tartja, aminek az a címe, hogy hangtár_CDN connectmedia.hu. Ez egy szolgáltatónak a szervere, ott tartja nagyon szépen rendezetten, oda nem tudunk fellépni és nézegetni, tehát erre ne is gondolj, hogy ott meg lesznek ezek az anyagok, és ide fölmész, de a végettel itt megadott időszakokba le tudjuk szedni, azaz a felépítési parancs, a honlap a tól-ig időszak, azaz 2021. 12. hó 26-án 01 órától 00 perc, 00 másodpercig a 21-12-26 2 óra 10 percig tartó időszakot szedné le ez a parancsor és per mr1.mp3. Hogyha ezt a parancsot kiadod, például mpv és nem a véget van előtte, akkor le is játsza. Ez nagyon aranyos dolog, tehát különösebb eszköz nélkül meg is hallgathatod azt a terméket. Nyilvánvalóan a kezdet és a vég időpontot ismerni kell hozzá. A pontos vesző annyit tesz, hogy miután ezt letöltötte, és legyen a neve mr1.mp3, le fogja nekem tölteni. Hogyha ez lefutott, akkor legyen szíves az mr1.mp3 fájt átnevezni mr01.mp3-á. Miért? Mert hogyha minden sor végén, ha 2, 3, 4, 5 ilyen parancsot egymás után kiadok, a mr1.mp3-má változtatná a nevet, tehát mindig ez a név lenne, akkor egymást felülírná. Az értelemszerűen nem lenne túl kellemes. A pontos vesző utáni részt elhagyhatod, ha egy fájt töltesz le. Természetesen egy fájt letöltesz, feldolgozod, átnevezed, utána lehet mr1 mp3 a nevet természetesen, de gyakorlatilag én így átirattam, azaz gyakorlatilag egy sima véget parancsal le lehet tölteni a hanganyagokat nagyon-nagyon jó minőségbe, és ezt lehet fokozni. Nyilvánvalóan 50 ilyen sor is egymás alatt el fog férni, és akkor automatikusan a megadott tólig időig leszedegeti például az adott sorozatnak, mármint hanganyagnak, mert tévénél nem megy, erre nagyon figyeljetek, tehát az MR1, a Kossuth Rádióról beszélünk, le tudjuk szedni a hanganyagokat, nagyon-nagyon kényelmes, hogy ne csak azt higgyétek, hogy jár a szám, be is mutatom, becsukom a megjelenítőt, illetve a szerkesztő programomat, és utána kérek egy parancsort, és akkor megadom neki, hogy MR1 SH, és ahogy lehet látni, az MR1, MP3 elkészült, MR01, hiszen átirattam, és 32 megányi állomány jött le. Ez egy jó minőségű hanganyag fog lenni, kényelmesen meg is hallgathatja az ember, illetve természetesen vágás után, átnevezés után, rendbetétel után természetesen nagyon-nagyon kényelmesen meg lehet hallgatni azt a minőségi hanganyagot, amit a Magyar Rádió készít. Hozzáteszem, valóban jó minőségű, élvezhető, mármint tematika szerint is élvezhető, rádióműsorok vannak, érdemes végignézni, milyen rádiószínházas anyagok vannak, például most jelen pillanatban, január vége 2022. január 30-án veszem fel ezt, éppen megy Rejtő Jenőnek a műveinek a feldolgozása, egy kevésbé ismert, kisebb regényeket dolgoznak fel minőségbe. Akár Bán Mórnak a műveit is feldolgozták, és egyéb ilyen dolgokat is feldolgozok. Nem csak arról szól, hogy bizonyos politikai műsorok vannak a rádióban, meg bizonyos csak zene, aztán annyi. Hát általában arra használják a rádiót, hogy menjen a zene ilyen háttér zajként, de vannak minőségi jó műsorok is, történelmi műsorok is, amik jellemzően a kedvenceim, anyanyelvművelő műsorok is vannak, azaz érdemes időnként felmenni az MR1, azaz a Kossuth Rádióra, és megnézni, hogy milyen műsorokat tudunk hallgatni. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek jó hallgatózást kívánok, és remélem meggyőztem mindenkit arról, hogy bizony a parancsor, az egyszerű Ranger, az egyszerű Envim, Neovim is alkalmatos arra, hogy igencsak meggyorsítsa az életünkbe azokat a feladatokat,
amire igazából, hát hogy is mondjam, ilyen favágó munka, egy audiofáj megvágása ilyen uncsi előtte utána való rész eltüntetése, letöltögetése, rendezgetése, bizony nem egy túl nagy élvezet hallgatni, igen. Köszi szépen, sziasztok!